Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és az Y-Lancből jelentkezek. Jelentem, mindent áthordtam az új otthonomba, a hajóba, és egész kis otthonos lett, nézzétek meg, lámpa is van benn. Ilyen az interiőr, elhoztam a nyílamat is, mindent, sikerült a képekre is megoldást találnom, hogy föl tudtam rakni a képeket. Vannak a játékaim is, amit a másik szigeten találtam, azokat is áthordtam, úgyhogy már csak akkor idegeskedek, amikor véletlenül fölkapom ezeket a tárgyakat, így hogyha nem figyelek oda, akkor magamhoz veszem őket. Erre kell figyelni, de amúgy ha az megvan, akkor nincsen nagy gáz, akkor mindennel tudunk foglalatoskodni. Ha gyorsan valamit hamizunk, jól is lakott a karakter, aztán most éppen esik az eső, de megnézzük, hogy ez bug vagy mi. De úgy látszik, csak bug, hogy átesik az eső a fedémemen. Aludni lehet ilyen időben is, mert kint a szabad ég alatt nem enged aludni, ha esik az eső, de itt engedett, úgyhogy szerencsére akkor nincs ezzel, úgy néz ki, nagyobb gondunk. Na, viszont átrakjuk ide a kajámat, a kettesbe rosszoktam meg. Jó, ebben nincs valami? Nincs semmi, jó. Itt még van ilyen kanál, nem tudom, az mihez kell, de biztos, hogy jó. Nulla. Lehet, hogy ide rakom ezt a két edényt. E és X. Egyet ide, meg egyet melléje. Oké. Tökéletes helyet találtam neki. Mi van még? Itt van egy kanál. A kanalat is valahol kéne paterolni. Azt mondja, hogy E és X. Azt mondja, hogy fordítsuk ezt el, mondjuk így. Nem tudom, hol tudom rekni ezt a kanalat, lehet ide rakom így. Haha, átesett, figyeld az én. A spoon. Hát oda rakom, akkor oda rakom. Nulla, E. Hát feldítjük. Oda le lehetett rakni, jó. Tökéletes, ott el lesz. Mi van még? Ez egy törött valami nyavaja. Ide elfér, még ide már nem fér el, oda alulra. Ide még fér, ide rakunk be ilyen. Van itt egy csomó fura dolog úgyis. Ó. Grass meg broken, oké, ez is, ez kint vannak, ilyen tű, meg ez is oda mehet, meg ez is. Meg ez, meg ez. Aztán egy rendet rakunk ám, mert iszonyat kupleráj van már most. Most ügyesen bekuplerájoztam itt mindent. Kis kukorica. Akkor... sót ezt ide berakjuk, mert nem tudom, az mire fogom használni, de van. Azért is megcsináltam, 15 ilyen cuccot el sikerült helyeznem. Úgyhogy az egyik oldalon megvannak a ládikók. Ott flint volt a flintet, azt meg tudom ide rakni. Ez teltház. Hát ez még nincs teltház, úgyhogy ide berakom az ilyen grasszaimat meg. Habár valamelyik tartok magamnál ebből, ami olyan. Na ebből viszont nem nagyon kell. Ez mehet oda. Nagyszerű. Jó. Ezeket majd fokozatosan javítjuk, ezeket a ládikókat, mert túloldalát is majd szerelgetem be. Ja, meg ide raktam még be egy ilyen chestet, meg még ráfér még egy chest majd. Azon a felén meg, hát lehet, hogy szintén ugyanígy fogok eljárni, mert végülis, hogyha meg kiveszem azt a szenes vödröt, akkor oda be tudom rakni ezt a dolgot. Szenes vödörnek megcsinálunk majd helyet, itt oldalt lehet valahogy. Mert végül is van ott is még plac. Vagy valami polcocskát csinálunk oda hátra, izéhez az ablak alá, és akkor így rá tudok arra nézni, és akkor be tudok szedni szenet. Vagy oda hátra is berakhatom. Meg is nézzük, halljátok. Nulla, E.
Azt mondja, ha odarakom a szenet, vagy ide, és elpörgetjük. Itt is rakhatom. Még csak rá kell néznem, nyomni egy hosszú E-t, és már szedhetem is ki belőle a szenet. Csak arra kell vigyázni, ne vegyem föl állandóan a cuccot. Aztán jó van. Amúgy teljesen rendben van. No. Azt hiszem, az lesz a következő dolog, hogy elmegyünk vasér, mert vasunk egy vasunk sincs már. Ilyen repair cuccot azt tudunk csinálni. Úgyhogy most ilyen rendhagyó dolgokkal fogunk foglalkozni. Szerzünk dolgokat. Szerzünk vasat például. Mit csinál az eszeget az a kecske eszeget? Azt hiszem iszogatott. Ott van egy vaslelőhely. Meg ott fönt is van, de hát nem is tudom, lehet, hogy azt kéne. Olyat kéne, ahol nem gyakok le bakrokat. Ez például egy olyasmi. Azt mondja 9-es. Itt fogok diggelni. Ameddig csak tudok. És most a dörtöt is el tudom így vinni, elvileg. Mert van ez a inventory fejlesztő cuccom, úgyhogy azzal nézzük már meg, azért nem szedi jobban az ásó. 8-as. Na nézzük, mi történik. De hogy nem, ez a legjobb. Sokkal hatékonyabb. Onnan is még szedünk ki. Egész komoly mennyiség van. Ez ilyen örök? Na nézzük, mennyit szedtünk ki. 24, 38, 60, hát ez komoly. 8, ez igen. Csak úgy jön ki a sok fém. Ássuk a fémet. Na ott is van még egy utolsó lapát innen lentről. Vagy az utolsók. Még itt is van. Na mennyi lett? Ó, 118, azért ez komoly, komoly. Kis kell magam minden ásni majd, elég mélyen megy a vas. De majd kiásom magam, nem gond. Az igen. Most már kezd fogyni, de még azért akad. Hűha. Ennek a felső tréfa már, de azért még ásunk. Csináljuk úgy, hogy visszafele is haladjunk. Na, forduljunk úgy, hogy így. Itt kell kiásnom magam. Na, errefele, hogy... Itt aztán van minden, kérem szépen. Ott kéne ásnom följebb egy kicsit. De úgy kéne kiásni, hogy itt ezt a részt leássuk, így.
nem csak dörtöt kéne ástom, hanem valami normális anyagot is. Na így jó, oké. Dig grass, itt van mindenféle. Oké. Na ezt még itt kiássuk, itt van egy kis vas is ebbe. És akkor ebből még lehet itt egy kicsit vasalni. Egész komoly mennyiséget lehet itt bányászkatni. Még mindig. Te jó ég, megint elástam magam. Oké, okay, akkor innen még lássunk egy keveset, úgy, de már kell csinálnom lassan egy ezért. Mi a francot? Fákját. Kilássak. Ide kell egy ásás, úgy. Én még ki tudok jönni egyébként, éppen hogy csak. Arra fele kell még egy kicsit. Úgy arra, oldalra. Az még ott kijött, oda is kéne becsapnom egy ásóst. Oké, így. Az oldalrások most így egész komoly mennyisége. Hú. Na innen kifogyott az izé. Az anyag. Ez a vasbány, ez nem rossz egyébként. Innen ki lehet így bágolgatni. Komoly vasbánya van itt egyébként. Lehet, hogy oda kell csinálnom egy fákját majd. Na mennyi lett a vasam? 200, majd 300 vas, azért az durva. Egy ilyen bányából. És még mindig tele van. És kéne csinálnom egy fákját. Nem tudok csinálni torcsot. Nincs annyi anyagom, hadd nézzem. Torcs. Fali torcs. Ó, ilyen nem sincs. Ki kell vágnom egy fát, és akkor tudok csinálni torcsot. Ja, együnk! Van a legközelebbi fa, ott a hajom, de gyönyörű. Ott egy fa, azt kivágom. Akár kié is az. Akár mit is csinál itt. Talán lesz benne nekem kellő cucc. Egy torcsnyi, nem kell több. Hát van ebben, nem volt benne. Azt hiszem nem volt benne. Hát az nem bizony. Nagyobb fát kéne kivágnom. Az lesz ott az én fám. Odaig elgurgulázok, azt kivágom. Ez olyan óriás egyébként. De azért ez jó lesz nekem. Ebben csak lesz már valami fanedv. Hát remélem, legalábbis. Hát eddig nem látok benne fanedvet. De van, hú, volt pár darab, oké. Okay. Azt mondja, hogy akkor tudunk csinálni torcsot. Torcs. Méghozzá ilyen torcs. Vagy ilyen torcs, nem is tudom melyik. Na, legyen ez, fali, nem, legyen ilyen. Már a fali se rossz, de ez se rossz, legyen inkább ez, akkor kraftoljunk egy ilyet. Valahol itt van a bányám.
le is helyezzük a ide. Mi a reteg van? Vaddisznóka van. Ide kéne lehelyeznem a hetest. És meg is gyújtjuk hatossal. Na, így né. Így már lehet is dolgozni. Rengeteg vas van egy ilyen bányában, ez tök jó. Ennek örülök. Fölülről is potyognak a vasak, mindenhonnan is. Csak aztán szedjem a izét. Fákjámat. Úgy. Na mennyinél járunk? Azt mondja 414-nél, az nagyon jó. Azt hittem, hogy megszorulok ezzel a dologgal, de nem nagyon szorulok meg ezzel a dologgal, az, az igazság. Ez iszonyat mennyiségű anyag. Tetejét áskálódom. És még mindig van. Ott fenn is ásunk, hogy csak ott potyognak a vasaim. Ezt is kiássuk innen. Itt is még sok van. Az ásó az a legjobb eddig erre a célra. Azt hittem, hogy azért a király, de nem. Na nézzük, hogy állunk. Már legalább 500, majd 600 vasunk van. Ja, ott oda is ásunk. Ez az. Csak úgy potyognak a vasak. Ja, majd a följebb is kell majd mennem. Itt is még sok van lefele. Ezt megcsináljuk, és akkor még azért kell megnéznem majd. Arra fölfele is, vagy valahogy meg kell nyitnem azt a tárnát ott fölöttem, mert ott még elég sokáig szerintem megy a fémvonal. Ki akarom szedni nagyjából az egészet, kíváncsi, hogy mennyi van egy ilyen bányába. Mert ennek is csak egy ilyen picike kis külszíni valamilyen volt, aztán mégis mennyi fémet találtam benne. Még itt is. Még itt is. Csak bányásszál kis katona. Mindig vonalon azért még mindig van benne fém. Hova potyogtak még fémek? Na nézzük. Hát ez akár is nézzük, ez 700 már lassan. Ezért kell figyelnem, mert lassan kiásom azért alól is a cuccot. Ezt összeburul a összeborul a tárna, meg a fákján kéne ennem egyet lassan, de biztosan. Ne együnk egyet, azt mondja, így. Hát ez nem is olyan fárasztó meló, hamar regenerálódik tőle a karakter. És még mindig bírja a kis
Ásó, mennek örülök. Na itt még van egy ilyen ásó nyomnyi. Ezt még megpróbálom itt kikapni. Még itt is van. Újabb izé, vas vonal, azt a mindenit. Na, hogy állunk? Azt a jó. Ennél többet most nem akarok kitermelni, szerintem. Vagy hát itt megpróbálok még erre felásni. Itt egy kicsit bejebb jöttem, jó. Itt is áskálódunk. Errefele. Az előbb-utóbb itt is kijutunk. Na, itt lehet megint ásni befele. Na, ezen a peremen, és akkor itt is bejebb jutunk. Itt is egy lyukat ásunk. Jó, hogy viszont föl tudok ásni, vagy föl tudok jutni. Ugye itt most dörtöt ások inkább, de erre fel el tudok menni. Összeszedem, ami lepotyogott, nem tudom, hol potyogtak ide. 64. Az igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, majdnem 800 vas már most. Jó, erre fel még egy kicsit ásunk, aztán itt be tudok fordulni a vas irányába. Arra fele, ja. Erre feleni. Ide is potyogott egy kis vas. Oké. Majd itt összeszedegetjük a vasakat, mert azért hullani fog rendesen. Nem tudom, milyen az idő kint, lehet, hogy már éjszaka van egyébként. A bányász nem érzékeli az idő múlását. De ezt is koptatjuk itt fölül. Cipegessük össze ezeket is, ahova lepotyogtak, hát egész lentig is potyogtak, mindjárt nézzük, itt van egy kis dört. Hát ott lent is van még egy tárna egyébként, ami még adna fémet, elvileg. Itt már egyre kevesebb, de azokat még azért megizéljük itt, meg ásom. Hadd fogyjanak azok is. Odaig még már nem érek el. Innen még igen. Na itt elkapja, oké. Érdekes egyébként, maga a technológia, nehéz célozni így az ásommal, de azért egész komoly mennyiség kijön egy ilyen. Nem csak az a külszíni valami van, úgyhogy ez egy ilyen ásós, bányászós epizód, de megéri, mert kell nagyon sok fém. És nem is mondom, hogy ezt most egyből földolgozom, de nekiállok majd, tuti feldolgozgatni. Hopp, ott elfogyott most.
Na hát ez komoly. Ezeket összekapkodjuk, azokat is. Fú, mennyi. A dörtöt azt most lehet, hogy gyűjti abba a külön stackjébe a karakter, ami van neki. Megnézzük, még itt is van egy csomó iron, ott egy kis dört. Oda is elér még a lapátkám. Oda is elér a lapát, hát oda már nem annyira. Jó. Hát az öregét kiszedtem, azt mondom. A nagyja megvan. Ennél jobban nem nagyon tudok már behatolni itt a területre. Na még itt talán egy kicsi potyoghat. Oké. Azt már nem érem el. Ezt még elértem. Jó. Itt egy kicsit még. Ott egy kicsit még. Jó, szerintem nagyjából ki tudtam vesézni ennyire. Mennyi lett a vége? Hú, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fú, majdnem. Majdnem izé. Majdnem 10 000. Ja, majdnem 1000, bocsánat. Itt még van egy csapás, ami lefele megy. Ezt még lehet, hogy kiásogatom. Ezt a följövök még innen. Jó, ez kész. Jó, oké, itt fel tudok jönni, ez így korrekt. Ott volt még egy kicsi. Abból még talán kijön egy kevés, ja. Meg itt egy pici van még, de ez sem hiszem, hogy sok már. Azt ott még elkapjuk. Oké, hát szerintem most fújt ki kb. A bánya. Ott a legtetején még van némi fém, de azt már nagyon nehéz kitermelni, szerintem. Ott se, azt se érem el már nagyon. Ha csak nem alások, mindjárt nézem, itt még alások egy kicsit. Így már esetleg egy kicsit hozzáférek. Ja, itt egy kicsit most tudok menni. Na, az most meg lesz, ha van benne fém, nem tudom. Na, úgy, teteje. Na most jó. Ebből még azért hullik. Egy kis fém. Ki is ástam magam, oda néz itt egy kijárat. Ez jó hír. Szerintem megvan az 1000. Megám. 1000 fém azért az nem rossz. Ezer fém az 1000 fém bizony. Oké. Okay. Meg stone-t, valami stone-t is találtam itt már. Hát végülis a stone is jó. Szedem össze, meg valami másik ór is van itt még. Na mindegy, itt beásunk egy kicsit. Hát, hogyha megkapaszkodunk, vagy kijövünk valahol, mindjárt kiderül. Valahol kijöttem végül is. Ez olyan hegy. De ez közelben van, nincs messze, úgyhogy nem vészes. Van egy kis kő lelésem is itt, úgyhogy az így korrekt. Semmilyen komoly vadállomány nincs, úgyhogy itt teljesen jók vagyunk. Lehet, hogy fölveszem a torcsomat is. Így. Aztán kijövünk a bányácskából. Oké. Na hát egész jó volt ez a bányászat. Azt is leszettük, nem tudom mi az.
Valami Stone Chunk. Az mi? Stone Chunk, Marble Chunk és Stone... Fú. Van itt érdekes ásvány. Hol van a... Átástam ez alatt a hegy alatt, hogy milyen nádirigó van, hadd nézem. Honnan jöttem? Ja, innen jöttem, oké. Okay. Megvan. Ja, végülis csak itt ezt ástam át. Itt jöttem föl, oké. Okay. Fú, ez kemény volt. De iszonyat mennyiségű fémünk van, tehát most ebből bespájzoltunk. Csináljunk egy ilyen bulit majd agyagra is, hogy azért agyagból is meglegyünk, el legyünk keresztve. Aztán akkor tényleg jól fogunk indulni. Hát ez meg mindig jól lakok. A pár kukorica, ezért popcornomból. Na, ide behányjuk ezeket a dolgokat. Fú. Durva, nagyon durván toltam. Egy komplet stack izé, vagy zsák meg lett fémmel. Ez nagyon jó. Szóval 2, 4, 6, 8, 10, 11, 1100. Majdnem, inkább, hát 1050 konkrétan, de fú, nagyon jó. Ez nem is jól bírta szerencsére. Vannak ilyen chunkok, meg stone-ok. Ja, valahogy majd a logisztikáznom kell ezeket a ládikókat. A fogalmam sincs hogyan egyébként. De valamit majd kitalálok. Ugye kell külön kő, meg fa, meg ilyen mindenféle ilyen egyéb cuccoknak. Ez mondjuk igazából ilyen lootos cucc, amik itt vannak. Szóval külön kell majd a raktáromnak is lennie, mert ez ilyen lootolós holmi lesz majd inkább. Szerintem itt alul lesz azért egy raktár rész is, részleg is majd valahol. Ja, na, hogy állunk időbe? 20-32, még meg kell néznem ezeket a, amiket ide fölírtam magamnak, például itt van ez a tanning, de nem itt kell nézni, hanem itt. Tanning. Ez. Azt mondja, kell ebből egy, meg ebből még egy, meg akkor kell ebből egy, kettő, három, négy. Biztos van egy gyorsabb módja, ha beírtam volna egy pól, mondjuk. Ilyen bőrkikészítős nyavaja. Mondjuk fogalmam is, hol kéne ezt rakni, ez... Ilyen izé szabadtér is lehetne akár. Nem tudom, hol helyezzem én ezt el. Alul is lehet, szó se róla, itt is elférünk vele valahol. Az ilyen bőrkikészítős nyavaja. Hát a fene tudja, hova rakjam. Ez is ilyen a munkaterülethez kéne csatolnom valahogy. Itt lehet bőröket készíteni, ja, jó ez így. Ezen a hátsó taktuson oda lakom lehet a másikat is valahogy így mellé a szövetkészítőt. Megint éhes a karakter. Na, jó is lakott. Megyünk haza aludni. Ezt be is csukjuk az ajtót. Nagyon kis hangulatos lett ez a otthon. Ne kelj föl! Így. Sleep és morningig. Miért csináljuk azt a másik kettő ilyen nyavaját.
Na nézzük, hogy működik a... Ja, úgy kell lepottyanni, az a lényeg. Lefelé így közlekedünk. Na, akkor van még a... Hogy hívják azt? Weaving? Ez az. 6 pol, 2 kötő. A kötőt azt összehozzuk. Polt azt megcsináljuk. Tönkrement a késem. Ó, te jó ég. A repair. Megyünk vissza pól. Most már biztos megvan. Crafting, és akkor mi? Hát lehet akkor mondjuk valahogy így. Talán nem is látszanak ki ezek a izék. Rudak. Ó, de kilátszanak. Nem is kicsit? Ó, hogy ez a nádirigó. De hogy tudom azt lecsapkodni róla? Az ott látszik ki, ez meg itt látszik ki. Hármas. Szétverhetetlen, szuper. Hát ezt most jól elszúrtam. Az ott kilóg. Ahogy kell. Nem tudom melyik a fő kilógós, de az egyik kilóg nagyon. Jó, sőt, mind a kettő kilóg. Mind a kettő kilóg. Hát mindegy, most így alakult. Így alakult a hajó oldala. Nem baj. Majd ezt is lebontjuk, hogyha odáig eljutunk. Spinning, spin. Ja, rossz helyen keresem. Itt kell keresni a spin. Még egy ilyet kell csinálnom, ahhoz kell egy pól. Meg két kötő. Mi? 6 ilyen szutyok kell? Most látom. Akkor 4 polt csinálunk először. 1, 2, 3, 4. Na most megvan. Oké, ezzel most óvatosan kell bánni. Nem tudom ennek melyik fele a jó. De szerintem valahogy így inkább. Jó, ez így jó itt alul. Lehet, hogy itt le is választjuk majd ezt a részt, vagy mit tudom, hogy csinálunk vele. Sajnos azok kilógnak ott, de nem tudok, hogy csinálni. Ezek ilyen, ez egy ilyen bicikli. Ja, most rengeteg izé van, dirt. Nem tudom, a dirtet is hol tegyem, de valami helyet kerítünk neki. Mordó, az hogy néz ki egyébként? Ezek is ilyen tárolóedények. Itt a hordó. Kell hozzá egy ilyen... Barrel. Megnézzük a barrelt. Valahova rakunk barrelt. Ide a sarokban én. Van benne egy-két dolog. Úgyhogy jó, hogy van ott egy hordó. Ott is rakunk majd egy hordót a túloldalra, és lehet benne ágyugójókat tárolni, meg ilyesmit.
Itt fönt is lehet hordó valahol nyugodtan. Milyen tároló egység van még? Ezek ilyen maszkok, főleg izékelnek hozzá. Totemok, ha? Milyen jól néznek ki. Ilyet csinált hagyma is. Hova lehetne fölrakni, várjál csak. Azt mondja, hogy van egy ilyen totemom. 8-as. Azt mondja, hogy... Oda raktam az elejére a totemot, ez jól fogod kinézni. Hát csak homokot kell még bányásznom. Azt meg is kéne néznem. Az még belefér az időbe, itt a széle, mint a homok lenne. Ez olyan szentféle. Kicsit ások. 8-as. Aha, Dick Sand. Nem akarom nézni, hogy viselkedik a víz. A víz fizikájára vagyok kíváncsi, főleg. Meg hogy ebből tudok-e csinálni üveget valahogy. Ez már wet sand. Dick sand. Na megnézzük, beások ide. Kíváncsi vagyok, hogy... befolyik-e a víz, nem tudom. Eddig nincs gáz. Találtam végül is már víznek. Hát a víznek nem sok fizikája van itt, ahogy nézem. Itt tudok menni a víz alatt? Nem nagyon tört be végül is. Kagylót, ezt ki lehet ásni szépen. Ja, hát ez érdekes, érdekes, nem nagyon tört be a víz, így nincs ilyen jellegű fizikája neki, ahogy nézem. De mennyi homok jött össze? 129 sand. Abból nem tudok-e valamit craftolni. Mi kell a lámpához, amit nagyon nehezen szoktam megtalálni. Szén és iron ingot. Kalózzászló, de nehéz. Pól, szög, meg klot. Kalózzászlót kéne csinálnom. De, ja. Ez mi ez? Inventory. Ja, potion holder, ez meg ilyen italokat tárol. Valóban lentre még majd csinálunk ilyen nyomót is. Az is praktikus. Ehhez mi kell? Bunda, izébigyó, oké. Hát egy farkas trófeát azért csak kinyomok majd valahova. De nem az a lényeg. Először is meg kéne találnom azért a lámpást. Hát mondjuk azt nem itt keressük. Itt esetleg fákja, mert itt a lámpa nincs. Valami izé, nem tudom, mi a neve, azt hiszem, itt van lantern. Lantern, ezt felírom. Hát, hogyha megjegyzem. Nem tud, ide lehet.
Candle. Oda néz. Egy. Még egy kötő, szuper. Akkor ehhez kéne... Még egy, meg még egy ilyen... Ezért kell összehoznom. Gyertyát, és akkor tudok csinálni egy gyertyatartót a szobába. Vagy bárhova. Na, de nem is ez a lényeg. Azt nézzük meg, hogy hogyan kell üvegszilánkot csinálni. Hogy is volt ez a lantern, ez az. A kilnbe kell csinálni sandből, oké. Okay. Azt még megcsináljuk. Az már van a hajón. A kiln az itt van. Oké. Okay. Ha van bőven szendem, úgyhogy ez jó lesz így. Azt mondja, hogy van ilyenem is. Megtápláljuk a cuccot ezzel, meg jó beröffentjük a hatossal. Ahogy né. Szépen elkészülnek ezek a szilánkok, és akkor tudok csinálni egy-két lámpást a hajóra. Nagy 50 másodperc múlva. Nem tudom, mennyit tudok belőle csinálni. Mert olyan nagyon sok nem lesz azért, de azért akad. Ide a lépcső alá is lehet tenni hordót. Szerintem ott is befér. Vagy valami kincses láda, nem tudom. Nem tudom, hogy hova tudok kincses ládát, vagy lehet az orrába is olyat. Hogy ide hátra fogom rakni azt a kincses ládát. Úgy sajnálom, hogy kilógnak azok a rudacskák belőle, sajnos. Túl hátra toltam, vagy nem tudom, mi történt. Te jöttem előtte, de nem tudom, hogyha valami vízkifolyók lennének, annyira nem vészes talán. Mind a kettőnek kilóg a izéje. Sajnos. Pont áttoltam azon a vékony részen. Mindegy. Majd ezt megjavítjuk, amikor már olyan lesz a technológiánk. Mi ez? Nem akarom elpazolni, emberke. Jó, örülök az üvegnek, de nem akarok üveget csinálni belőle. Nekem ez kell, mert ezért lámpát kéne csinálnom belőle. Ebből kell. Hát kettő. Egy, kettő. Oké. Okay. Így is jó. Így. Pontosan így. Jó, hát akkor úgy látszik, hogy sok szend is kell nekem. Majdan. Most itt van egy... Ezért ide valami lámpást ide is rakunk akkor. Ennek a tetejére kéne, lehet, hogy ide rakom. Hét. És e. Jó, egyet meg ide az alsó szintre is rakunk valahova. Ide a párkányra mondjuk, hogy itt hátul is legyen valami fény. 7 és E és ez. Ja, ez itt bevilágítja ezt a részt jól.
Úgyhogy ez itt rendben van. Oké. Egyelőre akkor ennyi. Szendet meg még ásunk. Oda nem folyt be a víz. De miért nem folyik be a víz? Milyen elvetemült dolog már ez? Na, de jó van, megvan a hajó, az a lényeg. Rajta van az S betű. Rajta van az S betű. Azt kudat is kirakhatjuk végül is. Ha összejön, nem tudom, betűknél. Azt mondja Wood. Betűk most éppen nem működnek. Mert plank kell. Csinálunk egy párat, aztán így már jó lesz. Csinálunk egy C betűt, c. De. Na nézzük, föl tudom-e pattintani, tudunk-e nevet adni a hajónak. SC. Remélem az is fönnmarad, és akkor tök jól fog kinézni. Azt mondja, hogy 7-es. E. Szabad kézi. Good. Ha, elég menő lesz. Azt mondja, hogy még egy izé, még egy betű. I, már csak a D van. Ja, oké. Okay. 7-es, E, szabad kézi. Hű, ez menő lett. Oké, okay, király. Fönt van a Scud embléma is rajt. Megnézzük még a hegyről gyorsan. Jól lakva. Hát itt szépen beástam a tengerbe. Aztán semmi értelme nem volt, mert nem folyt be a víz. Azt hittem van ilyen vízfizika benne, de az nem sok van. Jó, a Scud felirat látszik azért. Majd rakunk rá valami frankó kis zászlót is még. Aztán majd kifessük, akkor jobban fog látszani, akkor majd adunk neki. Adunk neki egy ilyen nevet. Olyan jó füstöl a kilt ott az elején, mint hogyha grilleznék. Vagy a clean, vagy mi a neve annak a kemencének. Jó van. Hoppá. Fedélzetet is meg tudom majd világítani, mert lesz annyi anyagunk. Egy, egyet még itt oké égetni, jó. Elvileg elfogyott a szend, illetve nem fogyott el, csak ennyi volt. Többi az dirt. Dirt, dirt, dirt. Kettőt tudok csinálni megint. Egy, és még egy. Oké. Okay. Két jó kis lámpa, az is jó. Egyet csinálok oda föntre, szerintem. Nem tudom, hova csináljam, ide kéne valahogy a hátuljára talán 7. Vagy ide kirakni. Azt mondja, hogy E. Egy lámpás oda, meg egy lámpás ide. Jönni. I, lámpás. 7-es, E és szabad alakítás.
Hát tökéletes ott a sarkán. Hogy lesz neki valami távoli fénye is a hajónak. Ott fölül legalább már világít. Rakunk erre a két sarkára is, majd még meg erre a két sarkára is. Meg a végpontra is egyet-egyet, meg itt is majd egyet kap ide előre valahogy. A hajó. És akkor úgy egész jó fények lesznek már benne. Jó, itt már vannak annyi, van annyi fény, hogy el vagyunk, nem nincs gáz vele. Úgyhogy alakulunk, jól van. Még egy csomó homokot kéne ásnom, hogy legyen sok lámpás. A lámpásokat legalább annyi lámpás, amennyi kell a hajóra, azt meg kell oldanom. Azt a homokot itt még kitermelem. Utána lesz még egy kör agyag ásás szerintem, hogy agyagból is bespájzoljunk szépen. Meg még egy nagyobb kör gyűjtögetés kell a gyümölcsök és zöldségek, vagy mindenféle kaják után, és akkor bespájzolva lehet kísérletezni már az indulással, hogy megnézzük, mi a helyzet a nagy világba. Jól van, én köszönöm a figyelmet, ez jó hosszú epizód volt, majdnem egy órás, de sok mindent csináltam benne. Jövök vissza hamarosan újabb Y-Dend epizóddal, addig legyetek jók, sziasztok!